amelyre a szem ellát mindenütt gesztenyefák, és mintha a természet tudta volna, hogy a korai virágzás után tartania kell még magukat a hatalmas fürtöknek, hiszen a Gesztenyevirág Fesztivál legfontosabb jelképeként, névadóiként végig kell kísérniük a háromnapos programot, hozzá kell járulniuk a rendezvény sikeréhez. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy bizony a gesztenyevirágokon nem múlott, mint ahogy a szervezőkön sem és a népes számú közönségen sem. Sümeg jól szórakozott és jól szórakoztatott. Sümeg kinyitotta, megmutatta értékeit, szépségeit, a turista csalogató fesztivál sokaknak nyújtott maradandó élményeket és kikapcsolódást. Pénteken bevezetésként a németországi Ájtál vegyeskara és a helybéli fúvószenekar adott koncertet. Szintén itt tartották másnap a Szegedi Róza női kar hangversenyét is. Erre a mai alkalomra már elég régóta készültünk, már télen már kialakult ez a repertoár, hogy attól függetlenül, hogy ez a gesztenye ünnep itt volt, mi készültünk volna mindenképpen egy tavaszi hangversenyre, kimondottan ezekkel a művekkel, ezeknek a műveknek a 90%-a új betanulás volt. Csak nem akartam bemondani, mert ez tudom, hogy egy pici izgalmat okozhat a kórusnak, hogy jaj, ezt most énekeljük először, hogy fog sikerülni, úgyhogy ezt most megtartottuk magunknak, hogy itt mi volt az, de a műsor zömét színpadon és itt Sümegen ma énekeltük először. És mi alapján válogatják a műveket, amelyeket betanulnak? Hát ez általában mindig a kar nagy felelőssége, de természetesen van szava a kórusnak is, mert már volt olyan mű, amit levettünk a műsorról, mert én azt gondoltam, hogy jó lesz a kórusnak, a kórus meg úgy gondolta, hogy még nem egészen értünk meg rá, és ezt félre is tettük. Tehát ilyen előfordul, de ez ritka, én azt gondolom. Igyekszem olyanokat válogatni mindig, amelyeket meg tudunk oldani. Bár, hát most csak csöndben mondom megint, mint a múltkori riportnál is, hogy ne hallja a kórus, hogy bizony itt vannak olyan művek, amik a mi tudásunknak a határát súrolják már. Tehát 2 éves kórus vagyunk, és sajnos igyekeznünk kell, tehát nincs időnk 5-6 évig repertoárt építeni. Azt elmondom, hogy szakmailag van olyan eset is, és olyanról is hallottam, hogy egy megalakult új kórus 1 évig nem is lépett fel. Mi már valami 3. vagy 4. hónap után már színpadra kellett álljunk, és nem is baj, hogy ez a késztetés rajtunk van, hogy mindig van valami esemény, amire tematikusan készülni kell, és így muszáj a repertoárt bővíteni, 10-15 mű van most is mindig napi renden.
másnap pedig benépesült a palotakert és a művészetek udvara, vagyis az emlékház hívogató kis milliója. A Broadway táncegyüttes nyitotta meg a programok sorát. A település polgármestere köszöntőjében utalt arra, hogy szép jövő vár a városra. Zóp Kati példáján keresztül mutatott rá arra, hogy a sümegiek előtt is szép remények állhatnak. A gesztenye fa és a gesztenye virágzás az valóban sümeg védjegye lehetne, akár beemelhetnénk Sümegváros címerébe is a gesztenye virágot, annyira jellemző ez erre a kisvárosra. És úgy gondoltuk, hogy így tavasz vége felé, nyár előtt jó lenne egy igazi turisztikai szezonnyitó rendezvény. A Tördemic Néptánc Együttes színpadi produkciója már a Művészetek udvarára hangolt. Alkotó kiállítás nyílt, melyet a világhírű divattervező nyitott meg. Sümegi lány vagyok, hangsúlyozta. Különleges tartalmak születnek Sümegen, sok alkotó energia van. A város ezer szálon hordozza a múltat, a gyökereket, és ehhez társul, hogy sok fiatal alkotó is van, akik új szint, új életet hoznak közénk. A jövő hagyományait mi teremtjük, mondta. 10 alkotó mutatkozott meg ezúttal, a szervezőknek további terveik is vannak.
Ez egy nagyon különleges kiállítás több okból is. Először azért, mert a Kisfaludy Emlékházban most nyílt először egy ilyen típusú időszaki kiállítás, egy ilyen időszaki kiállító teremmel. A másik pedig az, hogy februárban a Megyebálón már bemutatkoztak ezek az alkotók, 10 alkotó, és most felelemenítettük azt a sikeres kiállítást, és az volt a tervünk már februárban, hogy ha lehetőségünk nyílik rá, akkor közösen bemutatkozunk, ne csak a Veszprémi Megyebál résztvevői, hanem a sümegi lakosok és a térségiek, vagy esetleg akik a turistaként eljönnek hozzánk, ők is megtapasztalhassák, megláthassák, hogy milyen sok érték van nálunk. Ti, kiknek szívük a keményebb dolgoknál a test alsóbb részébe hanyatlik, ó, ti kerüljétek szavamat! Este a Helység Kalapácsa című előadás szórakoztatta a nagy érdeműt a garabonciás színpad jóvoltából. Mint mondom, a helység nyugati részén, környékezve csalántól és a növények többi ritka nemétől állt a díszes kocsma, melyet sajátjának nevez Isten kegyeiből és egykori férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezik. Lantom, kegyeségnek ajándoka. Zengd el, honnan az elnevezés? Erzsók asszonyom, ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja dereng, és innen az elnevezés. Vannak ugyan, akik állítani merészelik, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá a hajnali pirhoz. De ezek csak pletyka beszédek, ugyanis Erzsók asszonyom nem issza a bort, csak úgy dönti magába. A millennium alkalmából ültetett gesztenyefasor emlékére táblát avattak, majd a freskóiról híres plébánia templom kertjében került sor ünnepélyes gesztenyefa ültetésre. Így módon is jelezve fontos szerepet szánnak a hagyományoknak. S ezt jelezte az is, hogy kis gesztenyefa magoncokat adtak ajándékba a szervezők, és örökbe is lehetett fogadni a magokról ültetett kis fa kezdeményeket. Én hazajövök. És ezt így meg is őrizném nagyon, hogy ez az otthonom lehessen, és ne egy hely, ahol kvázi kuriózum vagyok. Jövünk az utcán, ezer dolog jut eszembe, hogy én például itt beszoktam kanyarodni biciklivel, és itt a párkányon volt egy mozdulat, ahogy én megtámasztottam a párkányomnal, lábammal, mert hogy a fiúk, akiknek hosszú lábuk volt, azok letették az úttestre a lábukat, én pedig úgy tudtam megállni, hogy oda föl a párkányra. Tehát itt minden követ ismerek, mindenről van egy történetem. Nagyon régóta itt élt a családom, és sajnos úgy alakult az élet, hogy egy jó 10 éve nem járok olyan sokat, de a 10 év az nem annyira hosszú, hogy ne emlékeznék mindenre. 1000 íz, 1000 történet, 1000 ember, és ez nagyon jó érzés, hogy van egy kvázi egy figyelem irányomba a várostól, de sokkal jobb érzés egyszerűen hazajönni, mint sem, hogy a figyelem középpontjában állni. Természetesen Zóp Katit megkérdeztük a divatról is. Szerencsére nagyon színes a divat, és szinte minden divat. Azt gondolom, hogy ma az a divat, hogy az ember őszinte legyen, és önmagát jól ismerve válasszon. Szerényebben vagy komplikáltabban. A lényeg az, hogy ma divat egészséges életszemlélettel élni, és ma az öltözködés az nem rang, és nem kirekesztés, ma az öltözködés és a divat az egy paletta, amiről mindenki válogathat kedvére, és nekem a divat nyilván a munkám, a
tulajdonképpen az életemben nagyon sok mindent köszönhetek úgymond a divatnak, de én ma már nem úgy kötődöm a divathoz, hogy meg tudjam mondani, hogy mi a divat. Amit mi csinálunk, az egy csapatmunka, és mi egy stílust képviselünk, és ma már nem feltétlenül a divatot követjük, úgyhogy nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy mi a divat. Rengeteg ötletünk van, mindenről valamit tudunk mutatni, legyen az most néhány hete volt a Selyem út című kollekciónk, ami éppen egy évezredes útnak az emlékére egy keleti kulturális üzenet volt, de ugyanígy el tudunk mesélni bármit a divat nyelvén. Nekünk ez egy szép feladat, egy szép munka az átlagembernek, a mindennapok emberének pedig egy lehetőség, hogy színesítse vele az életét. Szabad péntek, szabad szokva, szabad szerelmeskedni, szabad el a szavaink, ívával az idegenkedve, almát szedni. A szép napos szombat délutánon a palotakert árnyas fái alatt jól szórakoztak kicsik és nagyok. Én nagyon örülök, hogy ilyen játékokat kipróbálhatnak az unokaöcsém és az unokahúgom, úgyhogy örülünk neki, hogy ilyen jó idő van és ki tudtunk jönni. Mennyire családi program ez? Hogy készültek a mai napra? Úgy nagyon készültünk, már napok óta vártuk, hogy eljön az nap. És akkor ebéd után érkeztünk a lányomékhoz, és akkor hamarosan elvonult a vihar, és akkor jöttünk is ki. Nagyon készültünk rá, igen. Mit hozzá ahhoz, hogy ilyen játékokkal lehet játszani? És mi ennek a feladatnak a lényege? Én még ilyet sosem láttam. Mit kell itt csinálni? Mondd el nekünk. Itt az, felülünk a hordóra, és akkor kötéllel kell húzni magunkat, vagyis a hordót kell húzni, de a kötéllel kell húzni a hordát, de úgy, hogy közben nem esünk le. Egy nagyon nehéz játék. És mit szólsz ahhoz, hogy itt ennyi sok mindent lehet játszani? Szerintem nagyon jó. Sziasztok! Megkérdezhetünk? Elmondod nekünk, hogy milyennek a játéknak a lényege? Hordulj erre, Lici! Hogy kell játszani ezt a játékot? Ezt úgy kell játszani, hogy megfogjuk ezt a botot, aztán ilyen egerek van, vagy hát ilyen lyukak vannak itt, aztán szóval bele kell mert találni a lyukba. És szerinted jó, hogy ilyen sok játék van most idén? Igen. Hogy egyszer mi, bocsásd ezt meg, és mondd, hogy nem haragszol rá, hogy nem haragszol rá. Ehhez a rendezvényhez, ehhez sokadalomhoz egy jó időben kiülnek, lángost eszegetnek. Mi a véleményed? Hát nagyon jó, és örülünk neki, hogy Sümegen ilyen is van, mert hát igényeljük. Mivel, hogy nyugdíjasok vagyunk, nagyon sok pénzünk nincs, hogy eljárjunk, és ide nagyon szívesen eljövünk. Mi vonzott benneteket, mi hozott benneteket most Sümegre, hogy hajtán éltek? A barátnőm. Itt laknak a rokonai, és itt van. Igazából. Meg ugye hallottuk a fesztivált, az interneten láttuk a hirdetést, illetve hát a kirakott cuccokat, plakátokat. Nyilván eljöttünk megnézni egy kicsit. És hogyan érzitek magatokat? Mi az, ami tetszik ebben a programban? Hát igazából a koncertet várjuk az estit. De egyébként nagyon jó. Tehát gyerekek el vannak nagyon. Mi is el vagyunk eléggé jól. Ismerős látogatóba jöttünk. Főleg emiatt, tehát a társaság is vonzó volt. Jó egy ilyen fesztiválon a hangulat. Ha már itt van a fesztiválja, a fehér kövek után lehoztam őket, hogy megkóstolhassák a helyi borokat, a rizlinget, és kicsit meghallgassák a DVD-t, de ha már itt vagyunk, akkor egy kicsit még időzünk itt is, körbenézünk. Nagyon finom a rózsafánk. És a programokkal kapcsolatban a véleményed? Nagyon jó.
tényleg nagyon tetszenek. És szerinted jó, hogy Csümegen van ilyen rendezvény? Mi az előnye? Hát, hogy sokan jönnek a városba, híresebb lesz úgymond a város, hogy növeli a hírnevét. A fesztiválon apró kis érdekességek is feltűntek. Azt találtuk ki, hogy legyen a fesztiválnak egy ilyen különlegessége, hogy mindig legyen valami kézműves sütemény. Idén a Kisfaludi Vendégház készített süteményeket, gesztenyei formájú és ízű süteményeket, de arra szeretnénk buzdítani majd jövőre a cukrászokat és a háziasszonyokat, akik szeretnek sütni, tortázni, hogy majd találjanak ki különböző mintájú, formájú, ízű gesztenyevirág süteményeket. Nekem Sümeg mindig a legfixebb, a legbiztonságosabb pont az életemben, immáron több mint 70 éve, mert talán ez az a hely, itt ez a templom, ahova én kicsi gyerekkorom óta, 2-3 éves korom óta a nagyanyám cipelt magával a hajnali misékre, a reggeli misékre, a délutáni ájtatosságokra, litániákra, úgyhogy én nekem ez egy olyan fantasztikus, semmi nem ennyire örök az én életemben, mint ez a hely, ahol most itt állunk. És hát ennél nagyobb dolog nincs, mert az ember bárhova kerül, mindig van egy olyan pont, vagy egy olyan időpont, vagy egy olyan nap, amikor egyszer csak itt vagyok. Vasárnap került sor az első ízben meghirdetett fesztivál szépe választásra. A hotelkapitány kistermében ülésezett a zsűri, és sorra érkeztek a fesztivál szépe jelöltek a bemutatkozásra. Szívesen adtak választ a kérdésekre, hogyan változna meg az életük, ha megnyernék a versenyt, indultak-e már hasonló megmérettetésen, mit jelent számukra a szépség, melyik film a kedvencük, és ehhez hasonló kérdések záporoztak. A zsűri nem csak a külcsint, hanem a belső értékeket is kutatta. A beszélgetés után lovasintóval kocsikáztak a városban a jelöltek. A palotakertben a színpadon került sor az eredményhirdetésre. A közönség díjas Gazda Laura lett, őt halmozták el elsőként különféle díjakkal. Eddig is nagyon szerettem Sümeget. Igazából annyira nem, de amikor elkerültem innen, akkor azért megéreztem, hogy mi az az otthon, és hatalmas, nagy szeretetet érzek, hogyha itt vagyok. És mit jelentett számodra ez a verseny, és hogyan készültél rá? Készülni igazából sehogy sem. Úgy lélekben próbáltam rákészíteni magamat. Hát, mit jelent? Megmérettetés. Gesztenyevirág díjat Németh Vanessa Kitti kapott, a második udvarhölgy Lovró Dóra lett, az első udvarhölgy pedig Fűszfa Rebeka. A 2016 évi Sümegi Gesztenyevirág Fesztivál szépe díját kiérdemelte Horváth Hajnalka. Az első alkalommal meghirdetett fesztivál szépe győztese pedig Horváth Hajnalka. Számomra ez egy nagyon nagy elismerés jelenleg, soha nem próbáltam ki magam még ezen a területen, és nagyon jó élmény volt ez, hogy a legelső ilyen versenyen sikerült egy ilyen eredményt elérni, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Szerinted mit jelent az, hogy egy nő szép? Hogy fogalmaznál ezt? Ugye a szépség ideál az egy nagyon, nagyon tág fogalom. Én azt gondolom, hogy egy nő akkor szép, hogyha boldog és ragyog. Nincsen olyan nő, aki, hogyha boldog, ne lenne szép. Csak ragyogni kell hozzá. A település vezetője így értékelte a háromnapos rendezvényt.
úgy kell, hogy értékeljem, hogy újra fejlődtünk, ahonnan lehet persze még tovább fejlődni, de ez egy fiatal rendezvény. Tavaly volt az első Gesztenye Virág Fesztivál itt Sümegen, ez a második, és tavaly is egyébként beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen tömeg volt a bikini koncerten, tehát aznap azért tömeg volt, egész nap, este pedig kifejezetten nagy tömeg. És most, hogy ilyen két és fél napos fesztivállá nőtte ki magát, most is ugye hát a fő nap a szombat volt, és úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk, hiszen napközben is ugye több helyszínen zajlottak az események, és hogyha összeadunk minden helyszínt, már azért délután 3-4 órától több száz ember vett részt a rendezvényen. Ami pedig este történt a Beatrice koncerten, az tényleg egy igazi sikertörténet, mert így ránézésre én kimerem jelenteni, hogy túlszárnyaltuk a tavalyi bikini koncert részvételi adatait, akkor úgy talán 2000-en lehettünk, szerintem most ennél jóval többen voltunk, megtelt a város, és ez is volt a célja, és ez is a célja ezeknek a fesztiváloknak, hogy 2-3 napra élővé tegyük, valóban nyüzsgővé tegyük Sümeg belvárosát. Ez most maximálisan sikerült. Polgármester úr, mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy a rendezvény hogyan járul hozzá a város lakóinak közösségépítéséhez? Minden ilyen rendezvény hozzájárul a közösségépítéshez. Ezek az ingyenes rendezvények hát különösen nagy tömeget vonzanak. A sümegiek szeretnek együtt lenni, és ez most is megmutatkozott. Ha végül is a koncertet nem nézzük, ahol szerintem azért több volt a nem sümegi, mint a sümegi, de napközben azért a sümegiek tették ki a 70-80%-át a látogatóknak, és tényleg egy ilyen kis 6200 fős kisvárosban én úgy érzem, hogy szép eredmény, hogy 3-400 ember folyamatosan itt volt a rendezvényen sümegi. Jó a hangulat, az emberek elbeszélgetnek. Én úgy érzem, hogy ez sokkal többet jelent, és sokkal nagyobb haszna is van, mint mondjuk egy hivatalos közmeghallgatásnak a városházán. Én a sümegi lakos vagyok, törzsökeres sümegi vagyok, én nagyon szeretek Sümegen élni, és ez a rendezvény, ez a csodálatos, ez a második gesztenyevirágzás ünnep, ami tényleg nagyon csodálatosan megrendezett a polgármesteri hivatal, a közönség is úgy látszik, hogy vevő volt rá, mindenki rendesen eljött. Örülök, hogy itt vagyok, én jól érzem magamat. Mindenképpen szükség van rá, hiszen hát Sümeg egyre jobban kezd felvirágozódni, és egyre több program lehetőség van, és ilyenkor nagyon szuper, hogy mindenki megragadja az alkalmat, és eljönnek. Jó, nagyon jó ez a rendezvény, és örülünk, hogy ilyen sokan vannak, mert azért Sümegen is jó, hogyha vannak ilyen rendezvények. És te miért gondoltad, hogy kilátogatsz ide? Hát most csak egy kis kikapcsolódás igazából, ennyi. Körülnézünk, találkozunk ismerősökkel, ennyi. Nagyon örülünk neki, igazándiból most rendezték meg másodszor, és minden elismerésünk a rendezőség részéről, meg a városnak nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettünk, és hát szerintem magáért beszél a közönség, hogy vannak. Azt mondják a lányok eszek, a formúságos lexikon, és még nem tettünk említést a két legnagyobb közönségkedvencről. A fesztivál zárásaként Csepregi Éva koncertezett. Szombaton pedig Nagy Feró és a Beatrice aratott óriási sikert.
A fesztivál tehát második alkalommal is bizonyította, hogy él a város, lüktet, kimozdulnak az itt élők, és a hangulat vonzza a messzebbről érkezőket is. Másodszor láttak ilyet a sok évtizedes öreg gesztenyefák, de minden bizonnyal a nagy sikerre való tekintettel nem utoljára.